büntetnek, börtönbe csuknak. Az alkotmányban benne van, hogy igenis büntethető a hajléktalanság. Ez a rendszer, ellátórendszer, amit a hajléktalanoknak nyújtanak, a mostani viszonyokhoz, a társadalmi viszonyokhoz nulla. A lakók számon, a hajléktalan számon, már eleve, már nem csak a tévészobában, hanem a folyosón is emberek alszanak. Én, aki nem tettek arról, hogy hajléktalan vagyok, mert ez a társadalmi berendezkedésünk, hál' Isten, ez dobta ki, hogy akárhova megyek, azon kívül, hogy azt mondják, hogy közmunka, közmunka, meg közmunka, nem kap az ember mást. És 40 ezer forint a közmunka. És erre veri magát az a drága jó kormányunk, hogy ők munkát adnak az embernek. Az elmúlt 3 évben, hát az biztos, hogy nem javult, de mégsem nem is stagnált, hanem romlott a hajléktalan ügyi helyzet Magyarországon. Ennek azért elsősorban az az oka, hogy 2010-ben új kormánya lett Magyarországnak, és ez a kormány, ez igazándiból a hajléktalan emberek hatósági üldözését állampolitika szintjére emelte. Jó Budkorjában is jöttünk ide befelé, leültünk egy parkba, 5 percen belül a készenléti kutyás rendőr ott volt és igazoltatott. Ma tulajdonképpen ez az üldözés, ez országos politika szintjére emelkedett, és ennek van egy ilyen bosszú álló jellege. Tehát, hogy ami történt, az az, hogy 2010 óta tulajdonképpen a kormány és a helyi önkormányzatok folyamatosan azon küzdenek, hogy hogyan tudják törvénybe foglalni az utcai hajléktalanságnak a tiltását. Az Alkotmánybíróság is ellenállt ennek, tehát azt a korábbi törvényt, ami tiltotta az utcai hajléktalanságot, azt alkotmányellenesnek nyilvánították. Egy normálisan, demokratikusan működő országban, hogyha valamit az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánít, akkor azt utána nem próbálják meg minden erővel áttolni. Ehhez képest Magyarországon az történt, hogy azért, hogy ez a törvény ne lehessen alkotmányellenes, ezért beleírták az alkotmányban. Lakhatás, demokráciát, jogállamot! Én a város mindenki tagja vagyok. Engem hát a legjobban az fogott meg, hogy igenis, mint én hajléktalan, saját magamért, meg a társaimért tudok valamit tenni. És igenis oda jönnek, és megkérdezik a véleményemet, hogy ne haragudjál, te hogy oldanád meg, te hogy csinálnád. Tehát nem úgy, mint régen volt, hogy azt mondták, hogy na, ezt meg kell csinálni, és kész. Hanem itt igenis van egy közösségi munka. Rádöbbentünk arra, hogy hajléktalan emberek nélkül hajléktalan emberek érdekében végzett aktivizmust csinálni, az egy teljes nonsens, és hogy az egy nagy megvilágosodás volt nekünk, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy a saját lelkiismeretünket megnyugtassuk, hanem hogy a hajléktalan embereknek segítsünk abban, hogy ők váljanak aktív állampolgárokká, öntudatos érdekvédőkké. És tulajdonképpen ez az a változás, ami most már 4 éve a gyakorlatban is megvalósul, hogy a város minden 2 csoportban most már túlnyomó többségben vannak a hajléktalan tagok, minden döntést közösen hozunk, a csoportnak nincsenek vezetői, és minden akció, rendezvény, esemény, találkozó szervezésében a hajléktalan emberek ugyanolyan aktív szerepet játszanak, mint a szövetségesek. És elzárással büntethető szabálysértésé nyilvánította a hajléktalanságot. Az, hogy mink szembesítsük a kormányzatot, meg a vezetőinket, meg a képviselőinket azzal, hogy uraim és hölgyeim itt valamit nagyon eltoltak, ez nekik nagyon nem tetszik. Mert abban a pillanatban, hát most itt az utolsó demonstrációnál volt, ott egy órán belül már a rádióban zengték a cápolatokat. Nagyon idegesítjük a hatalmat, és ezért nagyon-nagyon szeretnének, ahogy Gábor is mondta, ez nagyon jó szó, szerintem így leradírozni minket. Nem nagyon megy nekik, de mindent megtesznek, és hihetetlen
kommunikációs energiákat tesznek abba, hogy azokat az érveket, amiket mi mondunk, azokat ők így minél jobban elnyomják, elsöpörjék, túlbeszéljék, hangosabbak legyenek, de azért az is látszik, hogy ez most már nagyon sok embernél nem működik. Tehát, hogy azért a kormányzati ellenpropaganda az sok ember átlát rajta, és egyre több ember van, aki egyébként a civilekre figyel, meg a hajléktalan emberekre figyel, és kíváncsi arra, hogy mi mit gondolunk egy-egy helyzetről.